Mújás Attila! Áldjon meg mindenkit a názáreti Jézus Krisztus! Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit az Úr Jézus nevében. Mújás Attilának hívnak engem. Én egy simán ugyanolyan egyszerű ember vagyok, mint ti. Semmivel nem vagyok külön nálatok, nehogy azt gondoljátok egy percig is. Isten szolgálom 17 éve, és arra kérlek titeket, hogy most nyissátok meg a szíveteket a názáreti Jézus Krisztus számotokra. Kérlek titeket, hogy csukjátok be a ti szemeiteket, és mondjátok utána, mennyei atyám, az Úr Jézus nevében jövök most hozzád. Köszönöm neked, Uram, hogy meghaltál értem a kereszten, és harmadnapon föltámadtál, és megigazítottál engem. Úr Jézus Krisztus, kérlek téged, bocsásd meg nekem minden bűnömet, és tisztíts meg engem a te drága Szentvéreddel. Atyám, kérlek, hogy árasz rám a mennyből a bűnbocsánatot. Úr Jézus Krisztus, én hiszek benned. Hiszem azt, hogy te vagy az élő Isten fia, aki értem jöttél el, azért, hogy ne kerüljek a pokolba. Kérlek, Úr Jézus, ments meg engem ezen a mai napon, és bocsásd meg nekem minden bűnemet Jézus nevében. Amen. Ne jövök valami, nem is tudom. Az Isten üzenete számotokra a mai napon, hogy nagyon-nagyon-nagyon szeret titeket. Jézus Krisztus él, ő tegnap és mindenekké ugyanaz az Isten. Amen! Jézus szeret titeket, Jézus szeret minden népet. Tudjátok, nagyon jó bizonyságokat tett az előbb a testvér, hogy Isten hogyan mentette meg őt, hogyan mentette meg a szegénységből, a nyomorból. De el szeretnék a mai napon mondani nektek valamit. Lehet akármilyen gazdag ember, akármilyen szegény ember, ha Jézus Krisztus nem él a te életedbe, nem tudod megvenni a te boldogságodat. Nem lehet pénzen boldogságot venni. Csak a názáreti Jézusnak a személye, az, ami tud neked igazi örömöt adni, az, ami tud neked igazi boldogságot adni. Ha van pénzed, jó? Jó dolog. Mert meg tudod venni, amit akarsz. Tudsz adni enni a gyermekeidnek, tudsz magadnak ruhát venni, és van egy örömöd, de az igazi öröm nem más, mint a názáreti Jézusnak a személye. Hogy van egy személy, aki annyira szeret engem, annyira szeretett téged, hogy meghalt érted a kereszten. Jézus él, ő valóságos személy, ő nem egy kitalált figura. Ő él, és a mai napon hív téged, hogy örök életet adjon neked. Örök életet! Ez többet ér minden kincsnél, minden gazdagságnál, mindennél többet ér a názáreti Jézusnak a szeretete. Azt mondja a Biblia, hogy úgy szerette Isten a világot, minket, embereket, hogy az egyszülött fiát adta értünk, hogy aki hiszol benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Jézus örök életet szeretne neked adni. Örök életet. És itt van most is. Itt, ezen a helyen megjelent. Mert meg van írva, ha ketten vagy hárman, az én nevemben összejöttök. Én ott vagyok. És megjelent itt köztünk a mai napon. Itt romák közt. Ő nem válogat. Nem válogat. Ő bemegy a gazdaghoz, de bejön a szegényekhez is. Jézus a bűnösök barátja. Testvéreim, én kábítószeres, alkoholista, bűnöző életet éltem. Kibejártam a börtön. Még 17 évvel ezelőtt találkoztam ő vele. Jézussal eljött hozzám, és elhívott. Elhívott, és megérintett az ő szeretetével. Nem tudtam, hogy mi az a szeretet, mert mindenhol nem csak a megvetést kaptam. De jött Jézus,
és megmutatta magát, megmutatta az igazi szeretetet, megmutatta, hogy ő létezik, ő valóság, és el akarja venni ezen a mai napon a te fájdalmadat, a te keserűségedet, a te szomorúságodat, a te bánatodat. Ő közeledik hozzád most is. Ő itt van, Isten szelleme által. És látom, ahogy emberek szívét megérinti az ő csodálatos szellemével. És ezért van az, hogy emberek elsírják magukat ilyenkor. Mert Isten megjelenik. Megjelenik mi köztünk. És olyankor csodák történnek. Nagy csoda, ha meggyógyul valaki. Nagy csoda, ha megszabadul valaki. De az igazi csoda, az az, amikor egy emberi szív megtapasztalja Isten szeretetét. Egy emberi szív megnyílik, kinyílik Isten előtt, és meghallja az Úrnak a hangját, amit Jézus mondott, hogy az ajtód előtt állok, én szörgetek, és aki meghallja az én hangomat, ahhoz én bemegyek, és tudom, hogy ezen a mai napon, most, ebben az órában, ebben a percben, emberek meghallják Jézus hangját, ahogy Jézus zörget a szívek ajtaján, ahogy azt mondja, hogy szeretlek téged, engedj be engem. Erre mondhatsz nemet is. És mondhatod azt is, hogy igen, Uram, itt vagyok, úgy, ahogy vagyok, az én bűneimmel együtt, az én bűneimmel együtt. Isten szeretete az, ami fönn tartja a világot. Nem más. Nem az ördög. Nem a pénzed. Nem a vagyonod. Hanem Isten szeretete. Isten csodálatos kegyelme. A Szent Szellem által. És elég annyi, amikor kinyitod a szíved, hogy Uram, én szeretlek téged. Amikor magadba mondod, hogy Úr Jézus Krisztus, én megszabadítom, én gyógyítom, én királyom vagy te. És abban a pillanatban jön Jézus, a megvetett zsidók királya, akit az emberek megvetettek, akit az emberek gyűlöltek, utáltak az emberek, azért, mert Jézus jó volt, azért, mert Jézus szeretett, amikor visszajön ő, a mindenható Isten, egyetlen egy dolgot fog számon kérni rajtad. Azt, hogy mennyit szerettél ezen a földön. Nem azt kérdezi majd, mennyi jót cselekedtél. Nem azt nézi majd, mennyi bűnöd volt. Hanem egy dolgot, amit mond az első parancsolatban, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből, és szeresd a te fel a barátodat, mint önmagadat. És amiképpen akarod, hogy veled cselekedjenek, aképpen cselekedjél te is másokkal. Ha azt akarod, hogy téged szeressenek, kezdj el te is szeretni. Ebben van az igazi erő. Tudjátok, amikor kábítószeres életet éltem, becsatlakoztam mindenféle maffia bandához. És ha akármi probléma volt, megjelentünk diszkoknál 20-30-50 kocsival. Megmutattuk magunkat, baseballütőkkel, kardokkal. Láttuk, azt láttam, hogy ebben erő van. Mert félnek az emberek. Ebben erő van. De amikor megismertem Jézust, rájöttem, hogy ebben van az igazi erő. Ebben még nagyobb erő van. Isten szeretete legyőzi a világot. Legyőzi. Azt mondta Jézus. E világon nyomorúságotok lesz, de bízzatok, én legyőztem a világot. Én is, de ugyanezt, tesó, még egyszer. Ő győzött. Jézus győzött. A te életed fölött is. Bármilyen szenvedésben vagy, bármilyen problémád van, Jézus Krisztus legyőzte. A Golgotai kereszten 2000 évvel ezelőtt legyőzte a halált, a poklot, és annak minden erejét.
Azt mondta Jézus. Boldogok azok az emberek, akik én bennem nem botránkoznak meg. És én is a mai napon azt mondom. Boldog ember vagy, ha nem botránkozol meg a mai napon azon, amit itt fogsz látni. Mert amikor Isten szelleme megjelenik, valami történik. Ha Jézus megjelenik, a Mester, valami történik. Azt mondja a Biblia, szél fúj. Nem tudjuk, honnan jön és hová tart. De érezzük a fuvallatát a szélnek. És amikor körülöttünk van a hurikán, fúj a Szent Szellemnek a fuvallata, akkor bizonyos gyülekezetekben, bizonyos házakban bezárják gyorsan az ajtókat és az ablakokat, és becsukják. Szép ékes rendbe menjen az alkalom, és kívül marad a szél. De a szél, a szelet nem tudod befogni. A szelet nem lehet megfogni. A szél fog meg téged, amikor kimész a szélbe, érzed, hogy megfúj téged. Ugyanígy megfúj téged a Szent Szellem. Megfúj téged Istennek a jelenléte. És elkezded érezni a szívedben, ahogy ez a kislány érzi az ő szívében. A szelet Isten jelenlétét. Mert Isten nevében jöttünk ezen a mai napon, hogy elhozzuk az örömhírt. És mindegy, hogy hány évet értél meg. Teljesen minden. Lehet azt mondja, hogy én már megtértem 10 éve. Megtértem 5 éve. Megtértem 8 éve. De Isten mégis távol van tőled. Távol tartod az életedtől. De Jézus egy kegyelmes Isten, és hajlandó újra belépni az életedbe, újra, és megújítani téged, átformálni téged, meggyógyítani téged, meggyógyít minden szenvedőt. Nem Jézuson múlik, hanem a te hiteden. Mennyire nyílik meg a te szíved Istennek a szeretete előtt. Isten csodálatos szeretete előtt. Nem más fog téged megtartani, hanem Isten szeretete. Amire szükséged van, azt adja meg neked Isten. Ahogy a testvér mondta az előbb, nagyon szegény volt. Olyan szegény volt, hogy nem volt még ruhája sem. Az egész barátja elhagyta, az egész rokonság elhagyta, alig maradt barát, és nem tudott kihez fordulni, csak Istenhez. És amikor Istenhez fordult, egy sikeres ember tett belőle Isten, tapsoljuk meg Isten! Mert jó helyre fordult, Istenhez, és Isten megáldotta őt. Amen! És téged is meg akar áldani. Akármilyen problémád van, Isten mindig nyitott előtted. Mindig ki van nyitva az ő ajtaja számodra. Mindig. És bármikor jöhetsz hozzá. Bármikor szólhatsz hozzá. Nem csak a gyülekezetben, otthon is. Bármikor találkozhatsz Jézussal, de azt mondja az Isten igéje, ha ma hallod az én hangom, meg ne keményítsd a te szívedet. Ha ma hallod az én hívó szava, ne legyen kemény a te szíved, hanem nyisd meg a te szívedet. Nyisd meg, puterábri, jó nagyra, ki kell nyitni, és ahogy kinyitod, ő belép a szívedbe. Lehet, hogy nem van a szívedbe, de a szíved az egy nagy ház, egy 100 szobás lakás. És Jézus nem csak az előtérbe akar bemenni, hanem be akar menni, hogy elfoglalja az egész életedet. Az egészet.
Tudjátok, amikor megteremtette Isten a világot, szólt, azt mondta, legyen világosság, és lett világosság, legyenek csillagok, és ahogy szólt, lettek a csillagok, legyen nap, és lett nap, legyen hold, lett hold, legyenek tengerek, a tengerekbe élő lények, és meg lett minden az ő szavára. De amikor minket, embereket teremtett, akkor Isten lejött a mennyből. Nem maradt ott, és nem csak szólt, hanem a saját kezével megformált minket, és lehajolt a földre. És amikor Ádám kinyitotta a szemét, szembe találkozott a mindenható Istennel. Ő csak találkozott Istennel. De ha befogadod Jézust a szívedbe, te nem csak találkozol vele, hanem beléd fog költözni. Egyé válsz vele. Így van, kisasszony? Amikor itt volt Jézus, megszabadította az embereket. Azt mondja, hogy magához hívta az ő tanítványait, és adott nekik hatalmat minden tisztátalan szellem fölött, hogy kiűzzék azokat, és meggyógyítsák a betegeket, erőtleneket. Azt mondta a Máté 10:8-ban, poklosokat tisztítsatok, halottakat támasztatok, ingyen vettétek, ingyen adjátok. Azt mondja az apostolok cselekedetei 10. rész 38. fejezet. Mint a názáreti Jézust keni fel az Isten, szent szellemmel és hatalommal, aki széllyel járt, jót tett, és meggyógyított mindenkit, akik az ördög hatalma alatt voltak. Tehát azt mondja, hogy a betegség az az ördögnek a hatalma, és az ördögnek a fogsága. Az Isten téged nem ver meg betegséggel, az ördög az, aki megver téged betegséggel. Nem az Isten, az ördög. Azért jött az ördög, hogy lopjon, öljön és pusztítson. De Jézus Krisztus azért jött, hogy az ördög minden munkáját lerombolja a te életedbe is. Tudsz erre mondani egy amen? Tudsz erre mondani egy amen? Tudsz erre mondani egy amen? Jézus él! Amen! Él! És ez a legcsodálatosabb dolog a világon. Nem az, hogy meggyógyít, nem az, hogy megszabadít, hanem ő él. És ha él, akkor a te életednek is tud adni üdvösséget. A te életednek is tud adni szabadulást, szabadságot. Ő azért jött, azt mondja, hogy szabadon bocsássa a foglyokat. A vakok szemeit megnyissa, a sánták járjanak, süketek halljanak. De az kell a hited. Kell, hogy higgy a te gyógyulásodba. Higgy a te szabadulásodból. Azt mondja az ige, hit nélkül nem lehet tetszeni Istennek. Hit nélkül nem lehet tetszeni Istennek. Nem lehet. Amikor Jézushoz jöttek a betegek, Jézus mindig azt mondta, mit akartok? Meg akarok gyógyulni, Uram. És Jézusnak csak annyi volt a válasza, legyen a te hited szerint. Ha valakinek volt hite, meggyógyult. Nagyon sok beteget láttunk már meggyógyulni, nagyon sok vakembert láttunk már meggyógyulni, vakgyermekeket, süket néma gyermekeket. Tolószékből nagyon-nagyon sok embert láttunk már kiszállni, ahogy Isten meggyógyította őket. Jézus Krisztus a gyógyító. De ezek az emberek mind megvallották a hitüket. Igen, hiszen, hogy Jézus Krisztus az én gyógyítom. És nem csak a szájukkal, nem csak mondták, nem csak beszéltek róla, hanem a szívükben. Tényleg elhitték, hogy Jézus Krisztus a gyógyító. Tényleg elhitték, hogy ő létezik. Tényleg elhitték, hogy ő valóságos személy. Neked is hinned kell bennem. Ez a világ nyomorúságos világ lesz. Mert Isten megmondta, hogy a világon nyomorúságotok lesz. De bízzatok! Én legyőztem a világot! Jézus legyőzte a világot! Halleluja! Ő által ment a halálból az életbe!
bement az életbe. Azt mondta Jézus, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak én általam. Jézus az élet. És azért vagy boldogtalan, azért vagy sikertelen, azért van az életedben szomorúság, azért van az életedben depresszió, mert hiányzik az élet. Ki az élet? Jézus az élet. Ő az út, az igazság és az élet. Amikor befogadod őt, az életet fogadod be a szívedbe. Az élet fejedelmét, királyát, Jézus. Azt a zsidó férfi, aki megengedte, hogy az ő kezeit átjukasszák érted. Megengedte, hogy az ő lábait kiukasszák érted. Megengedte, hogy tömis koronát tegyenek az ő fejére. Érted és értem. És újra megtenné ezt, mert szeret téged. Ennél jobban nem tudja senki kifejezni az ő szeretetét. Nem is lehet ennél jobban. Hogy valaki annyira kamáz engem, annyira szeret engem, meghal értem. Minden kérdés nélkül megengedi, hogy megkorbácsolják. Megengedi, hogy megkínozzák, hogy leköpjék, és átmenjen a kínhalálon. Erre senki más nem volt képes, csak egyedül ő. Csak egyedül ő. Én nem tudnám ezt megcsinálni. Te se tudnád megcsinálni. Akármilyen erősnek tartod magad. Mi odaadom a gyermekemet, öljétek meg. A bűnözőké, a rablóké, a tolvajoké, a gyilkosoké, a pedofilóké. Öljétek meg. De az atya megtette. Ez az igazi szeretet. Nem az a szeretet, amiről mi sokszor otthon azt gondoljuk, hogy jaj, de szeretem az én gyermekemet. De szeretem az én családom. Ez is egy szeretet. De az igazi szeretet az önfeláltozó. Az odaad minden. És az atyának nem volt többje, nem volt értékesebb kincse, mint Jézus Krisztus. Ez volt a legértékesebb az egész mennyországban. Ez volt a mennyországban. Ez a mennyországban az igazi drága kincs. Ez a drága kincs, a názáreti Jézusnak a személye. Ez kincs, olyan kincs, ami pótolhatatlan. Jézusból csak egy volt, ezt nem lehetett pótolni semmivel. És mégis odaadta érted. És értem is. Azért, hogy ne kerülj a pokolba. Hogy ne szenvedj. Kiabálok, persze, hogy kiabálok. Azért kiabálok, hogy megtérjél. Hogy megtérj, ne kerülj a pokolba. Ha nem térsz meg, a pokolba fogsz kerülni. A pokolba, ahonnan nincs visszaút. Te a mai napon van esélyed, van lehetőséged. Mert kiabál itt egy bolond evangélista neked. Sívhat, térjél meg! És ha jól kiabálok, akkor üdvösséget nyersz! Ha nem jól kiabálok, nem fogsz megtérni! Ezért kérem az Istent a mai napon, hogy megértsd, amiről beszélek! Nem adatott más név ezen a földön! Nincs más név! Nincs név, amely üdvösséget adhatna neked! Egy név van, amely minden név fölött való! Ez a név Jézus, és mindazok, akik az ő nevén segítségül hívják, azok megmenekülnek ezen a mai napon. Hívd őt a mai napon, engedd passzívedbe őt a mai napon, ne csak passzívan állj itt, hogy jól van, ezt is meghallgattuk. Meghallgattuk, az a megyünk, megy ugyanúgy minden, ne! Ma szól hozzád Jézus! Üzen neked! És azt mondja, hogy itt vagyok!
Itt vagyok és élek. És ha megengeded neki, akkor be is lép az életedbe. És meg fogsz változni. Új ember leszel, mert a régiek el fognak múlni. És újjá tesz mindent a názáreti Jézus Krisztus. Újjá! És azzal kezdni, hogy az életedet megváltoztassa, ahogy velem is tette. Amikor eldobtam a tűt, azt gondoltam, hogy most jön a nagy elvonás, 10 év után. Mi lesz most? És amikor hazamentem, és este vártam, hogy jön az elvonási tünet, nem jött, hanem valami más jött. Isten csodálatos szeretete lépett be az otthonomba. És éreztem, ahogy Jézus belép a házomba. És elveszi a félelmet a szívemből. Elveszi a fájdalmat az életemből. Elveszi a bánatot, a keserűséget. Éreztem, hogy mennyire szeret engem. Azelőtt nem tudtam, hogy mi az igazi szeretet. Nem tudtam, mert nem kaptam annyi szeretetet. Mert a szüleim se tudtak annyi szeretetet adni, azt tudod adni, amit van. És Isten igazi szeretetét nem biztos, hogy ismerték még akkor. És amikor kérdeztem Istent, hogy miért nem kaptam igazi szeretetet, hogy a gyermekem nem volt nekik se. Nem volt nekik se, amit adjanak. De én már megismertem Jézust, és tudom, hogy miről beszélek. És én azt adom nektek ezen a mai napon, amin van. Isten szeretetét adom nektek ezen a mai napon. Mert azt mondta Jézus, hogy ma beszéljek az ő csodálatos szeretetéről. Hogy mekkora szeretet van benne irántatok. Hogy mennyire fontos vagy Isten számára. Lehet azt gondolod a szívedbe. Úgy érzed a szívedbe, hogy Isten rólad elfelejtkezett. Isten rólad nem gondoskodik. Amikor a legnagyobb fájdalomba, keserűségbe vagy, és úgy érzed, hogy Isten távol van tőled. Tudd meg, hogy Isten nincs távol tőled. Ő közel van hozzád. Mert azt mondja az ige, hogy közel van a megsebzett, megfáradt lelkűekhez. És Isten közel van hozzád. De valamit neked is tenned kell. Hogy gyere Jézushoz! Azt mondja, hogy jöjjetek én hozzám mindannyian, akik megfáradtatok és terhek alatt roskadtok. És én megelégítelek titeket, elveszem a ti fájdalmaitokat, elveszem a ti terheiteket, leveszem rólatok a gyászruhát. Isten egy boldog embert akar belőled faragni. Nem egy savanyú borda képű ember, aki mindig szomorú, mindig gyászol, mindig beteg, mindig az Isten veréséről beszél. Olyan embert akar belőled faragni, aki tele van Isten örömével. Tele van a Szent Szellem erejével. Tele van a szabadítással. Tele van a gyógyítással. Árad belőle Istennek a szeretete. Isten így akar téged látni. Nem csak bizonyos embereket, pásztorokat, evangélistákat, no, nem. Mindazok, akik befogadták őt, adott nekik hatalmat arra, hogy az Isten fiaivá, gyermekeivé váljanak. És ha te Isten gyermeke vagy, te nem lehetsz szomorú, te nem gyászolhatsz, te nem lehetsz a fájdalmak közt, mert Jézus már elviselte a te fájdalmaidat, elviselte a te betegségedet. Elviselte a te szomorúságodat, a te depressziódat. Ő elviselt mindent a kereszten érted. Mindent odadott érted. Nincs tehetne, mit adhatnak. Mit vártok még, hogy mit adjon nektek Isten? Nem lehet elég a te szíved fiat. Nem elég, hogy a legdrágább kincsét odadta érted. A legértékesebbek, a drága fiát. Ennél értékesebb kincs nem létezik. Soha nem is fog.
mint a názáreti Jézusnak a személye. Ő a legcsodálatosabb személy. És ő jár itt most is. Így van, testvér. Ő jár most is itt. És a mai napon is Szent Szellembe és tűzbe merít alá téged. Amikor befogadtad Jézust, a legcsodálatosabb dolog volt a világon. De mintán befogadtad őt, a te szívedbe, alá akar téged meríteni utána a Szent Szellembe is. Mert János azt mondta, hogy én nem vagyok Krisztus, de ha eljön a Krisztus, ő Szent Szellembe is tűzbe merít alá téged. És be akar tölteni téged Isten csodálatos szellemével, hogy megújuljon a te szellemed, aki újjá nem születnek víztől és Szent Szellemtől, azt mondta Jézus. Nem mehetnek az Isten országába. És tudjátok, hogy miért? Mert azoknak az embereknek nincs ereje. Nincs erejük, hogy ellenálljanak a bűnnek. Jön a bűn, és beleesik mindenfajta bűnbe. De amikor jön a Szent Szellemnek az ereje és a kenete, akkor azt mondod az ördögnek, hogy ellenállsz neki, és ő elfut tőled. Elmenekül tőled. Amen. Halleluja. 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 Mondjatok egy hallelujat a Jézusnak. Hangosan. Amikor a kis gyófon vagyunk, akkor tudunk kiabálni. Hangosan. Halleluja. Halleluja. Amen. Jézus él. És ő csodálatos személy. Ő a mi barátunk. Legjobb barátunk. A szeretet Istene. Ki az, emelje föl jól magasra a kezét, aki már befogadta Jézust a szívébe, megtért hozzá. Aki már befogadta. Nem aki most, hanem aki valamikor befogadta a szívébe. Dicsőség az Úrnak! Azok az emberek jöjjenek ide, akik még nem fogadták be Jézust a szívükbe. Most, jó gyorsan, gyertek! Gyertek, ne féljetek! Dicsőség a mindenható Istennek! Gyertek nyugodtan! Amíg megy ez a zene, van lehetőségetek nektek is, hogy ideje gyertek, és behívjátok az életetekbe Jézus Krisztus! Ez a legcsodálatosabb dolog, gyere barátom, te is! Gyertek ide előre, nyugodtan! Ide jó közelre, amíg szól ez a dicséret! Gyertek testvéreim! Gyertek, ne féljetek, ne csak fogad titeket az ördög! Aki megvall engem az emberek előtt, azt mondta Jézus, azt én is megvallom az mennyei atyám előtt. Aki szégyell engem a bűnös és parázna nemzedék előtt, azt én is szégyelni fogom. Biztos nőket, testvérem! Gyertek, testvéreim! Isten itt van! Názáti Jézus Krisztus! A szíved ajta előtt kopogtat! És azt akar, hogy belépjen a te életedbe! Itt a lehetőség! Itt ez a nap! Szükséged van neked is rá! Nem hidd el, testvérem! Gyertek, testvéreim! Fogadjátok a szívetekbe! Nazáreti Jézus Krisztus! Ma még itt a lehetőség! Ilyenkor az van a szívedben! Menjen! De menjen! Menjen! Azt jelent, nem tudom! Menj oda átra is, testvér, szólj azokhoz is! Menj arra is, szólj arra is! Gyertek, testvére! Látom ott az embereket! Gyertek, testvére! Biztos nőket! Álljon már! Isten vár téged! Gyere, tesó! Gyertek, tesó! A legjobb gyertés a világon! Amikor a szívet jönnek! Lóra bassan, karabakatara bassan! Now I feel it mine.
olyan életet akarok kérni, amit te is elfogadsz. Én az életemet, a szívemet neked adom. Köszönöm, Uram, Brabásak, de mai napon is meghallgattad, és beleírtál az élet könyvét. Kérlek, Uram, szabadíts meg engem, szabadíts meg a bűnnek minden zsigerét. Én már más ebben akarom. Köszönöm, Uram. Jézus Krisztus hatalmas szemében. Most és mindörökké. Amen. Jézus hatalmas szemében. Sikéva baba szokadalana. Riha baba szikéra. Jesus, 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 Jes
Sokodododododo. Hírem a szikére. Sokodododododo. Hírababa. Jöjj, uram. Jöjj. Jöjj a te tüzeddel. Sikérababa szomba. Jikérababa. Halleluja. Jöjj, uram, törzs meg őket, atyám. Ítosd őket meg, atyám. Ítosd meg őket, atyám. Az Jézus hatalmas nevében. Jöjj, uram. Sérababababa. Sokodono. Jérababa szomba. Ítosd meg őket. Ítosd őket, atyám. Sokodono. Ritababa székadala. Rikababa korororo. Székszállal. Oh,
Amikor Isten ereje megnyilvánul, valami történik. Emberi életek változnak meg, a betegek meggyógyulnak. Most tűz! Menjed elő most! Jézus nevébe! Jézus nevébe! Szabad minden átoktól! Most! Átok, generációs átok, anyai, apai! Jézus nevébe! Hagyd el ezt az embert most! Soba baba szamba, rika banana! Rikéden és jöva baba szamba! Generációs családi átok, megtöröm az erőd most! Jézus utalmas nevé. Engedd el ezt az embert most! Riba baba kanana! Most! Sisamba! Most! Soko boboro kononono riba baba sora! Sikhe baba kerenene riba baba bo! Roko baba sikidirene egnenebe sokbana basiba! Roba baba robo bobo solo! So bobo kononono riba paraman samba! Ripa pa kara na 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 ripa pa. Hallelujah. Dicsőség az Úrnak. Itasd meg őket, Atyám. Tűz! Most elengeded őt, Jézus. Tűz! Generációs családiátok elvetettség Jézus nevében. Menj belőle most! Jézus nevében. Szent szabaddá jött Szent Szellem. Jézus nevében. Jézus hatalmas nevében. Jézus nevében. Jézus nevében. Jézus nevében. Riba baba szamba. Sokoro boro szikéra. Jézus, most engedd el ezt az asszony. Fekete mágia, Jézus nevében menj el. Soba baba kanana na szippa para szamba. Most, engedd el. Riba baba Jézus nevében. Minden megátkozás megtörik rajtad most. Jézus hatalmas nevében. Gyöjj, Szent Szellem! Töltsd be őket, Atyám! Töltsd be őket! Halleluja! Halleluja! Szobba, baba, ripaká! Riha, baba, szamba! Jézus nevében! Gyertek testvéreim! Hallelujah. Yo
Dobrokodono, Hebrej Kesena. Jaj, Jezus. Jaj, Jaj, Sabadito. Jézus, ma is gyógyít! Gyertek testvéreink, vegyétek!